Én nem tudom önök, hogy kezdenek hozzá egy-egy naphoz, de velem előfordul, hogy néha szinte úgy indulok neki egy napnak, mint hogyha csatába mennék. No, nem azért, mert az ember szeret háborúzni vagy küzdeni eseményekkel, vagy végképp nem másokkal, de gyakran az ember a reggeli öltözködésnél azt éli meg, mintha páncélját, meg a sisakját próbálná magára venni, mert úgy érzi, hogy olyan komoly kihívások előtt áll az nap, amik bizony minden izmát és minden idegszálát igénylik, hogy harcba szálljanak a győzelemért. Erőfeletti feladatok várnak ránk olykor. És hogy a 20. Zsoltár egy ilyen helyzetről ír, amikor valaki nevezetesen Izrael királya nagy tettekre készült és az emberek imádkoztak érte, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak segíthetnek ezek a gondolatok. Csata előtt, mi kell a győzelemhez? Hallgassuk meg a 20. Zsoltárt. A karmesternek Dávid Zsoltára Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szent és a Sionról támogasson téged emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és fogadja kegyesen égő áldozataidat. Cselekedjék veled szíved kívánsága szerint, és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezzünk szabadításodnak, és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti fölkentjét, meghallgatja őt szent egéből, jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok, lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok lehanyatlanak és elesnek, mi pedig fölkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, mikor hozzád kiáltunk. A 20. Zsoltár szerint igenis van értelme és jelentősége azért annak, hogy az egyik ember a másik emberért imádkozzon. Ebben a Zsoltárban Dávid, mint király, jelképesen, mintha egy éneket, egy imát fogalmazna meg, hogy az emberek majd, amikor rá terhek és feladatok várnak királyi minőségében, csatákban, döntéshelyzetekben, az ország, az állam érdekeit kell képviselnie, akkor majd legyen, aki imádkozik érte. Azt gondolom, hogy egy igazi vezető, vagy valaki, akinek felelősség van a hálán, tisztába kell legyen azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy ő jól vezessen. Mi kell ahhoz, hogy életünk csatáiban, amikor a saját életünket kell vezetni és irányítani, az ember ne könnyedén, maga feje után menve egyik kátyúból a másikba botladozzon, essen, hanem megtapasztalja azt, hogy Isten az ő oldalán áll. A második verstől egy áldásmondás, egy áldáskérés, egy közben járó imádság sorait olvashatjuk. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve. Küldjön neked segítséget szent helyéről, és a Sionról támogasson téged. Milyen jó, és szerintem érdemes ezt kihasználni az életben, amikor egymásért tudunk imádkozni. Amikor vannak barátok, lelkitársak, akiknek egy-egy csata, egy-egy nehéz nap előtt írhatunk egy üzenetet, vagy felhívhatjuk, és nem kipanaszkodjuk, kikeseregjük magunkat, vége hosszan nincs sajnálva magunkat, vagy az aggodalmainkat önmagunkban is felerősítve, hanem egyszerűen csak annyit kérünk, ugye imádkozol értem, köszönöm, úgy jobb lesz. És elhangzanak az imák, és jön a segítség. Ahogyan a másik élethelyzetéért, a másik csatájáért, a másik győzelmért imádkozunk. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazza meg az én barátomat, az én testvéremet, Jákob Istenének neve. Küldjön segítséget szent helyéről, mert azt kérte, hogy imádkozzak érte, Istenem, támogass téged a sion, támogass dőt a sionról. Olyan szépek ezek az imádságok, és ennek a két versnek az üzenete roppant egyszerű is. Függés Istentől egyenlő biztonság. Mert a jó imádság mindig erről szól. Az ember nem próbálja meg Istennel jóvá hagyatni a terveit egy igazi jó imádságban, nem a maga elképzeléseit próbálja ráerőltetni a gondviselőre, a teremtőre, a megváltó szerető Istenre, hanem csak a szükségletét mondja el, oltalmat kér, segítséget kér, és tudja, hogy ez az Istenre hagyatkozás először is a lelkében biztonságot, erőt támasztathat. Nagyon különleges ennek az igen résznek az a része, amikor a Jákob Istenének nevét hívja segítségül. A Jákob Istenek kifejezés egy ószövetségi történetre utal a nagy pátriárka Jákob életéből, aki akivel élete második szakaszában, amikor már sikeres volt, és gazdag, tehetős, befolyásos, nagy családdal, gyerekekkel, szembejöttek élete korábbi döntésének a következményei. Amikor újra találkozni kell az ő idősebb bátyjával, akit ő becsapott, amikor újra visszatérnek azok a nem szeretem dolgok, amiket azt hittem, hogy már magam mögött hagyhatok, és Istenem, most már jól járok veled, bízom benned, úgy, hogy a többit meg el, hogy mi volt az előtt. De ne lepődjünk meg, hogyha, hogyha az Isten meg is bocsát, de a következményeket nagyon sokszor nem hárítja el. És amikor Jákob, a pátriárka összeomlana, amikor Istenhez megy imádkozni, és erre az éjszakában valaki megtámadja őt, és birokra kell vele ez a híres Jákob éjszakai küzdelme, akkor egy idő után rájön, hogy az ő elfeledni akart múltjával, az ő saját hibáival kell, hogy szembesüljön, amikor Isten küzd vele személyesen. Isten követe, az Isteni lény, az angyal, a küldött, az, aki birokra kél vele, nem hagyja győzni, de nem is győzi le ezért Jákobnak rá kell döbbennie, amikor az angyal egyetlen érintésétől harcképtelenné válik, hogy teljesen az Istentől kell függnie. Nem támaszkodhat a maga tehetségére, a maga eszére. Egy király, egy uralkodó, egy vezető nagyságához szükségesek a jó képességek, de nem elégségesek. Függés Istentől egyenlő biztonság. Erről szól a 20. Zsoltár, és erről szól Jákob története is, akinek az Istenére hivatkozik itt az imádkozó, a közben járó imádmondó Zsoltáros, amikor azt mondja, hogy amikor szembe jön az életed, szembe jönnek a rossz döntéseid, és minden összeomlani látszik, akkor emlékezz arra, hogy Isten a bajban, a nehézségekben akar győzelemre vezetni téged. Szembesít, de nem hagy magadra, pont akkor van veled, amikor a legnagyobb a szükségleted. Akkor van a legközelebb hozzád, akkor lehetsz a legnagyobb biztonságban, amikor tudod, hogyha mindenki ellenet kél is birokra, ő veled van és melletted áll. Emlékezzék meg Isten minden étel áldozatodról, és fogadja kegyesen égő áldozataidat. Imádkozták a királyért ezt a zsoltárt, vagy éppen énekelték. Az oszövetségi áldozatok Mind-mind egyetlen egy dologról szóltak. Hogy a király, akár uralkodó vezető vagy hadvezér legyen tisztában azzal, hogy megváltás, helyettes nélkül nincsen győzelem. A bűnös ember Istennek a megváltó szeretete nélkül, az áldozat nélkül, aki majd Jézus Krisztus lesz az új szövetségben, aki az életét adja, csak ezáltal az áldozat által győzhet, enélkül nem győzhet. Az áldozat Jézus Krisztus. Amikor a király Istenhez megy, akkor elismeri, hogy ő ugyanúgy bűnös ember, akinek Isten kegyelmére van szüksége. Amikor a hétköznapi ember, bármelyikünk, Istenhez imádkozik, mennyire érdekes, hogy minden imánk végén ott szokott lenni a Jézus Krisztus nevében kértem. Vagy Jézus nevében, vagy Krisztusért. De vajon mindig értjük-e, hogy ez mit jelent? A csatákban. Győztesek csak úgy lehetünk, hogyha Istenbe kapaszkodunk és a megváltásba. Bűnös emberekként, akik, és itt a bűn elsődleges következményeire gondoljunk, tele vannak félelemmel, bátortalansággal, vagy éppen indulatokkal, frusztráltsággal, először meg kell békülnünk az Istennel. Először el kell fogadnunk azt, hogy ő az ő egyszülött fiát adta hogy nem a magunk erejéből, vagy a mi érdemeinkért tud győzelmet adni a csatában, hanem Istenem, emlékezzél meg az áldozatról, emlékezzél meg arról, hogy megváltottál engem Jézus nevében. Nem azért jövök, mert megérdemlem, hanem azért, mert megígérted, hogy megérdemlem, és hogy győztessé teszel engem. Az ötödik versben aztán így folytatja Dávid, cselekedjék veled szíved kívánsága szerint, és teljesítse minden szándékodat. Hogy örvendezzünk szabadításodnak, és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk, teljesítse az Úr minden kérésedet. Amikor a királyért imádkoznak, akkor a legnagyobb kérésig itt jutnak el. Ugyanis egy ember belső kívánsága, motivációja, indítéka mutatja meg igazán, hogy jó irányba megye bármilyen nagy vagy befolyásos legyen egy ember, nem a tettei nagysága, számszerű eredmények mutatják annak az eredményét, a valódi gyümölcsét, hanem az, hogy tiszta indítékból, önzetlenül, szerényen és másokért tette, amit tesz. Vagy éppen akár kimondottan Istenben bízva, nem magában bízva. Cselekedjék veled szívet kívánsága szerint szólít az imádság, a elmondott fohász. Teljesítse minden szándékodat. Az emberi életben a tetteink mögött álló indítékokkal nagyon ritkán szoktunk szembesülni, vagy többnyire a hétköznapi életben olyan gyorsan kell döntéseket hozni, hogy nem is szoktunk róla gondolkodni. Talán ezért is fontos, hogy a Zsoltár itt ráirányítja erre a figyelmünket mi az a tiszta indíték, az az indulat, ami egy embert az életben vezetheti előre, úgy vezetheti előre, hogy az Isten azt meg tudja áldani. A filippi beliekhez írott levél második fejezetében olvashatjuk a negyedik, ötödik versektől, amikor Jézus Krisztust állítja az apostol a hívők szeme elé, hogy az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Ha az az indíték vezeti az embert, ami Jézus Krisztusban volt, akkor élete minden csatájában maga mögött tudhatja az Istent. Mert amikor Jézus Krisztus itt élt a földön, önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett. Szolgált és nem uralkodott. Szeretett és nem parancsolt. Gyógyított, az emberekért fáradozott, és nem tapsoltatta vagy éjjeneztette magát. Az ilyen ember Isten oldalán áll. Az ilyen ember <laughs> megnyerte a csatát, még hogyha a világban nem is mindig fogják kitüntetni. Az igazi győzelem nem azt jelenti, hogy ebben a világban elismernek bennünket, hanem azt jelenti, hogy mi Isten oldalán küzdünk, <laughs> és ezért tudjuk, hogy ő velünk lesz egész életünkben. És ez nyugalmat és biztonságot ad akkor is, hogyha az emberek nem értik vagy nem támogatják azt a jót, amit mi kivitelezünk az életünkben. Most tudom, hogy az Úr megsegíti fölkentjét zárul a Zsoltár a hetedik verstől. Meghallgatja őt szent egéből, jobbjának segítő erejével. Ezek szekerekben, azok lóakban bíznak, mondja Dávid, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Éppen ezért ezek lehanyatlanak és elesnek, mi pedig fölkelünk és megállunk. A Zsoltár azzal a bizonyossággal fejeződik be, hogyha én az Úr oldalára álltam a csata előtt, hogyha Krisztusra bíztam magamat, és az indítékaimat Isten elé vittem, hogy ő tegye rendbe. És kész vagyok akár szembesülni a magam gyengeségeivel is, mint Jákob az ő küzdelmében, Szóval, amikor minden estől az Istenhez viszem a csatáimat, és nem emberi módon próbálom megküzdeni, akkor meg fogjuk tapasztalni azt, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Az Úr megsegíti fölkentjét. A Szent Lélek ad békét, ad vígaszt, ad erőt minden olyan csatában, amikor az ember magát Isten kezére bízta. Ezek szekerekben és lovakban bíznak, mindenféle eszközt bevetnek az emberek az élet csatáiban de mi az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk. És ezek ugyan elesnek, mert aki mindig csatázik, gyakran elesik. És aki emberi eszközökkel csatázik, az a szeretetlenség háborúját vívja. Mi pedig fölkelünk és megállunk. Uram, segíts meg a királyt, hallgass meg minket, mikor hozzád kiáltunk. Az imádság az ember első számú bárhol bevethető, minden élethelyzetben alkalmazható eszköze, hogy már a csata előtt eldöntse, hogy ő a győztes oldalra állt. Az Isten legyen velünk, és adjon nekünk erőt a mindennapok küzdelmeiben, hogy a jó oldalra tudjunk állni.